Sziasztok, Vancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Hatalmasat alakított a csapat a második félidőben. Első félidőben 15 percig csináltuk azt, amit a mester elvárt tőlünk. Utána érthetetlenül visszaálltunk, ahogy az Újpest ránk is jött, és így gólt is tudott szerezni. Így át is vette a támadásokat, a vezetést ugye az Újpest. Második félidőben viszont úgy mentünk ki, hogy mindent bele is, és minden áron fordítani szeretnénk ezzel a tudattal. És úgy gondolom, hogy mindenki küzdött egymásért, ez volt a fegyverténjünk, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Hát az első 20 percben szerintem jobban játszottunk, mint a Újpest, helyzetünk is volt, nekem is volt egy. Azt a Berlin, akkor más a meccs, de belerúgtuk be, és a Újpest ment. Újpest szerezte még az első gól, de fél időben megmondtuk, hogy mit akarunk játszani, és megteszünk mindent azért, hogy behozzuk ezt a meccset. Mégis miért ment el ez a meccs? Nem tudjuk, ez a negyedik olyan meccs, hogy 90. percben megyen, vagy pontot nem szerzünk, vagy nem nyerünk, keressük az okát. Én úgy érzem, hogy kevesen vagy, kevés a minőségű csere. Lehet, hogy ez az oka, de nem tudom mi az oka, nagyon csalódott vagyok, mert úgy érzem, hogy egy nagyon jó mérkőzésre legalább az egyik pontra rászolgáltunk volna. Bátrabb játékot kér tőlünk, és hogy középpályán kicsit jobban tartsuk meg a labdát. Összességében ő se értette azt, hogy 15 perc után miért álltunk vissza. A helyzet kihasználásunk rossz volt, ugye bár az első 15 percben úgy tudom, hogy volt 3-4 nagy zicserünk, amit kihajtunk, és ugye ezt meg is büntette az ellenfél. Áll Istennek mondani, hogy egyszer mondom, a másik földön úgy tudtunk kimenni, hogy olyan buzdítással tényleg buzdítottuk egymást benne a pályán is, az öltözőben is a másik félidőben, hogy ezt minden áron meg kell fordítani ezt a meccset. X-es meccset szoktunk el, én azt szeretném inkább mondani. Nagyon bosszantó, tényleg nagyon le van törve most a csapat, ugye hétközben az MTK ellen is ugye pontokat veszítettünk, és úgy gondolom, hogy egy döntetlenre jobb lettünk volna. Mi most szerdai meccsen a kupával törődünk, azt akarjuk behozni, és aztán a földbe fogunk törődni. És minden meccsben úgy megyünk, hogy nyerni szeretnék. Hamarosan még a bajnokságok. Mit várhatunk a Győrtől? Azt a játékot, amit az fordulóban mutattatok? Tehát ezt egy kicsit gyengébbet, vagy inkább ezt? Nem, ezt mindenképpen ezt kell nyújtanunk, hiszen az előző hétből kiindulva ugye már azt a mérkőzést már elfelejtettük, de abszolút ilyen hibákat nem szabad vétani, amiket vétettünk. És tényleg ezt a játékot kell játszanunk, amit játszottunk a második fél időben, szóval semmiképp nem szabad úgy gondolom visszaállnunk. Esetleg ránk jöjjön, esetleg a Ferencváros jövő héten. Szóval tényleg az kell, hogy minden áron előre, és nyerjünk mindenképpen.